Üdvözöllek a honnapra fel show legújabb részében. Most azt fogjuk megnézni, hogy mennyi pénzt hozott, mennyit kerestem a Kemény Tojás honlappal 2018. januárjában. Iratkozz fel, hogyha még nem tetted meg ez a honlapra fel YouTube csatorna, és nagyon örülök, hogy várjátok ezeket a videókat. Nagyon-nagyon jó ezeknek a videóknak mindig a visszajelzése, amikor erről beszélek teljesen nyíltan és teljesen őszintén. Igazából megmutatok, hogyha nem láttál még ilyet, majd most látni fogod, de megmutatok minden Adatot, ami ehhez a honlaphoz kapcsolódik, hogy pontosan milyen csatornán és mennyi bevételt hozott. Örülök, hogy volt, aki ezt külön kérte, hogy csinálja meg, hát itt van most elkészült ez a verzió, meg fogjuk nézni, én is várom, nem nagyon néztem még bele, csak összekészítettem a, a, a táblázatokat. Ugye, hogyha láttad az előző részt, a decemberi részt, akkor ott egy egészen kiemelkedő eredmény volt, mindjárt mutatom is. Ugye decemberben gyakorlatilag 89 ezer forintot hozott a honlap, nyilván valamennyi költség volt vele, ezeket a korábbi részekben már néztük. Amit erről tudni kell, és ami miatt kíváncsi vagyok, hogy a mostani január hogyan teljesít, még megnézzük az előző januárt, akkor 14.700 forintot hozott összesen, ugyanis januárban mindig visszaesik a receptes oldalak, vagy mindig, mindig visszaesnek a receptes oldalak. Egész egyszerűen, hogy az október, november, december tájékán, amikor jönnek az ünnepek, stb., akkor többen főznek, többen receptek, keresnek recepteket, úgyhogy Nézzük meg, hogy mennyit esett vissza, hová került a bevétel a, a majdnem 90 ezer forintos decemberi szintről, illetve hová került a bevétel a tavalyi 14 ezer forintos szintről, és kezdjük is rögtön, mert nincsen értelme tovább húzni a szót itt az első bevétel, ugye ez a Google AdSense, ami a fő bevételi alapja gyakorlatilag, hogy követed ezt a sorozatot, akkor tudod, hogy két helyről jön bevétel az esetek többségében. Néha-néha próbáltam valami mást, de az esetek többségében két helyről jön abszolút passzív bevétel. Tehát ez mind olyan reklám felület, ahol, vagy amit egyszer beállítottam, beállítottunk, és nem igazán kell utána bele foglalkoznunk. Ez egyik a Google-nek a felülete. Ugye itt 30 6511 forint, ami érkezett, hát azért ez láthatóan kevesebb, 36511, tehát nagy, nagyjából erőre jelezhető volt, hogy kevesebb lesz, mint a december, és hát remélhetőleg várható volt az is, hogy több lesz, mint a múlt január, hiszen azért ez a honlap egyre jobban jön föl, és egyre jobb eredményeket produkál. Hát itt körülbelül az AdSense-nél körülbelül a felét hozta nagyon kerekítve, annak, mint amit a december. Örülünk is neki, nem is örülünk neki, azért ennyit utoljára az augusztus-szeptemberi időszakban hozott. És akkor nézzük a másikat, ami pedig az e -target itt pedig 10.145, vagy hát ezt fölfelé fogom kerekíteni, majdnem 10.146 forint, ami bevétel jött a honlapra, ról 10.146. Így van, és meg is van tulajdonképpen minden bevétel, 46.657, ami Valahol egy nagyon-nagyon jó eredmény az eddigiekhez képest, hiszen összesen volt 14.700 forint, ez így egy gyors fejszámolással több mint a háromszorosa ennek az egy évvel ezelőttihez képest. És a másik, amit érdemes még megnézni, hogyha mondjuk kivesszük azt a nagyon extra időszakot, ami, ami minden, minden évben extrább, és ezt már csak ezekben, ebben a sorozatban is láthattad, illetve én is el tudom neked mondani így a gasztronómia oldaláról, ez október, november, december, ami mindig ö, kiemelkedően teljesít, ha ezt kivesszük, akkor gyakorlatilag ugyanazt az eredményt értük el nagyjából, vagy egy picit még jobbat is, mint tavaly szeptemberben, tehát abszolút nincs ok panaszra. Ugye költség jelen pillanatban nem volt, ezeknek a költségeknek a nagy részét évente egyszer ö, hát kell kifizetni, vagy számoljuk el, Ebben a táblázatban a tartalomhoz én változatlanul beírom ezt a 10.000 forintot, ugye a kolléganőm, aki a Facebook posztokat kezeli, illetve a hírleveleket küldi ki, azért ezek is elég szépen hozzájárulnak a mi esetünkben a bevételhez a hírlevél feliratkozóink. És hát nincsen más hátra, mint hogy összesíteni a bevételeket, ugye majd a bevételeket és a költségeket, ugye 10.000 forint a költség, ezen nem nagyon volt mit számolni, és 36.657 forint, ami ebben a hónapban maradt a kemény tojás projekten, teljesen passzív módon, hogyha nézted már a sorozatot, akkor tudod, hogyha nem, akkor érdemes esetleg az elejétől végignézni, mert ott tényleg a nulláról épül föl ez a honlap, és láthatod, hogy a pár száz forintos bevételekből hogy jutunk el ide, hogy most már azzal együtt, hogy valaki segít nekem, és ő neki a költségét is beszámoljuk, több mint 30 ezer forint jön teljesen passzív módon minden hónapban. És ugye ez a lenti szám pedig azt jelenti, hogy eddig a honlapra elköltött pénz és a honlapról bejövő pénz az majdnem 550 ezer forint egyenleget hozott. Tehát nagyon leegyszerűsítve, eddig kb. 550 000 forintot kerestem ezzel a projekttel, a kemény tojás honlappal. Én köszönöm, hogy itt voltál. Mindenképpen iratkozz fel, hogyha még nem tetted meg erre a csatornára, mert ilyen és ehhez hasonló videókat látsz itt. Majdnem minden hónapban, amikor nem felejtem el, akkor fölkerül ennek a honlapnak ez az elemzés. Amikor elfejtem, akkor is fölkerül, csak akkor össze szoktunk vonni több hónapot. Tehát folyamatosan láthatod hónapról hónapra, hogy hogyan halad ez a honlap. Nyomj egy lájkot erre a videóra, hogyha tetszett, vagy hogyha bármi érdekeset láttál benne, ez nekem nagyon sokat segít. Hát, ha máshoz is eljut így, aki szeretné ezt megnézni. És köszönöm Köszönöm, hogy itt voltál.